Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltárt énekeljük, a 32. Zsoltárnak az első versét. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Megbocsátta az ő vétkeit, és befedezte minden bűneit. Boldog akinek ő nagy hamisága, Istentől néki nincs tulajdonítva, és család csak nincsen ő szívében, tettetés nélkül jár életében. A gyülekezet foglalja el a helyét, és mielőtt a 469. dicsérettel tovább magasztalnánk Urunkat, figyeljünk hitvallásunknak, a heidelbergi kátinak a mai vasárnapra való kettő kérdésére és azok válaszaira. A káténk ezen a vasárnapon az apostoli hitvallás második artikulusának magyarázatába kezd. Ugye ez a része az apostoli hitvallásnak a Fiúistenről szól. És így hangzik az első kérdés. Miért nevezik Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert ő szabadít meg bűneinktől, és mert üdvösséget másnál sem keresni nem kell, sem találni nem lehet. Hisznek-e tehát az egyedül üdvözítő Jézusban azok, akik boldogságukat és üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy máshol keresik? Nem. Bár dicsekednek az egyedül üdvözítő és megváltó Jézussal, valójában megtagadják őt. Mert vagy nem tökéletes megváltó Jézus, vagy azoknak, akik őt igaz hittel elfogadják, mindent ő benne kell megtalálniuk, ami az üdvösségre szükséges. És most énekeljük a 469. dicséretünket, annak is az első három versszakát. Az első versszak így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, lásd meg engemet. Thank you.
Jézus nyájas ésszel itt, láss meg engemet, hallgassad meg, hű megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet s a hit, törjed össze balga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. A mi Isten tiszteletünk megáldása és a mi segítségünk jöjjön az életünket teremtő, fenntartó, a maga akaratából bölcsen igazgató Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Figyeljünk most Istennek írott igéjére, amely megszólít bennünket Márk evangéliumából, abból a szakaszból, amelyet református bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napon olvashatunk. Márk evangéliumának 7. részéből, a 7. fejezetnek az első versétől, a 23. versig terjedő szakaszban eképpen. Köré gyűltek a farizeusok, és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek. Mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. A farizeusok, és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományához, és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók. Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért esznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Ti képmutatók, igazán illik rátok Ézsaiás próféta szava, amin megvan írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így beszéltek. Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért. És így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét a ti továbbadott hagyományotokkal. De sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg! Nincs semmi, ami kívülről az emberbe jutva a tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná. Ha valakinek van, füle a hallásra hallja. Amikor ezután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig ezt mondta nekik. Ti is ennyire értetlenek vagytok. Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná. Mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyék székbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, és hozzátette, ami az emberből kijön, az teszi őt tisztátalanná. Mert belülről,
Az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és teszik tisztátalanná az embert. Ami mennyei édesatyán, könyörüljön rajtunk, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem valóban megértői és megtartói legyünk. Könyörögjünk ezért hozzá, emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálaadással állunk meg előtted, mert tudjuk, és sokszor érezzük, és valóban meg is éljük a te szeretetedet, kegyelmedet. Köszönjük, Úrunk, amikor örvendezhetünk benned, mert megajándékozol minket. Megajándékozol bennünket, Úrunk, a földi élet örömével, gyermek születésével. Megajándékozol bennünket, Úrunk, a mennyei élet, az újjászületés örömével. Köszönjük, Úrunk, amikor megélhetjük és megtapasztalhatjuk. Gyarapszik a te szemmel látható néped, és gyarapszik a te lelki néped is. Hálát adunk neked, Úrunk, azért, hogy az elmúlt héten is hordoztál bennünket. És te, aki adtál örömöt, te voltál mellettünk a mi bánatainkban is. Köszönjük, Úrunk, amikor vigasztaltál gyászban, erősítettél betegségben. Neked adunk hálát azért, ha testi gyengeségünk után most újra itt lehetünk a te házadban, a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy te meghallgattad ezt az imádságunkat is. Köszönjük, hogy így van gondod ránk ezen a földön is. És mennyi édes atyánk, eléd állunk mindazzal, ami földi életünk nyomorúságaiból olyan csodálatossá teszi a te szeretetedet. Előtted állunk azokkal a bűneinkkel, amik miatt Jézus Krisztusnak a Golgotai keresztre kellett mennie. Előtted állunk a mi elrontott életünkkel, azokkal a lehetetlenségeinkkel, amikor nem tudtunk rád figyelni, és nem tudtunk egymásra figyelni. Kérünk, erősíts meg minket abban a csodában, hogy Jézus Krisztus ezért jött, és ebből szabadított meg minket, hogy tudjunk rád figyelni. Könyörülj rajtunk, Úrunk, hogy valóban most a te szent lelked ajándékát elfogadva nyugodt szívvel és lélekkel lehessünk itt előtted, és figyelhessünk rád ebben az órában. Így vegyél körül minket, itt a templomban, így áldj meg minket a gyülekezeti házban, és figyelj ránk a mi otthonainkban is, hogy valóban rád tudjunk figyelni, és valóban miénk legyen az az áldás, amit nekünk készítettél el. Így kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek Isten, hallgass meg minket. Amen. A 294. dicséretet énekeljük az ige hirdetésre készülve. A 294. dicséretnek
mind a három versszakát, az első versszakot énekeljük közösen, majd a második versszak alatt a gyermekek átmehetnek gyermek Isten tiszteletre. A 294. dicséretünk így kezdődik: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A te jelenléted megvéd, amit éltet, bátor szívet ad. Légy velem, ó mindenem, nálad nélkül nem is élek. Te vagy örök élet. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül. Lelkem romba dőlt, s ha a pokol had a hány tört, Jézus maga áll őt. Jézus, üdvösségem, te vagy földön égem, örök örömem. Kik szeretjük Istent, zengünk neki itt lán, s otthon oda fenn. Lelkem est, hogy te vezest, az a hívó szavad várom. Jézus, vigasságom. Figyeljünk Istennek igére, amely megszólít bennünket, amelynek alapján Isten üzenetét ma az ő szent lelkének segítségével hirdetni kívánom közöttetek. Az iménti hosszabb ige szakaszból, Márk evangéliumának 7. részéből, a 7. fejezet 17. versétől a 20. versig terjedő szakaszból. Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról, ő pedig ezt mondta nekik: ti is ennyire értetlenek vagytok. Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül? Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, és hozzátette: ami az emberből kijön, az teszi őt tisztátalanná. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Böjt második vasárnapján érdekes ige kerül elénk, hiszen a Böjtben jó ideje
arra gondolunk, hogy ilyenkor bizonyos időszakokban bizonyos ételektől meg kell magunkat tartóztatni. És ez alól mi reformátusok sem vagyunk kivételek, hiszen ha semmikor máskor, de a böjt vége felé nagypénteken mi is odafigyelünk arra, hogy mi az, amit eszünk, mi az, ami a tányérunkba kerül, mi az, ami a tányérunkból a szánkon keresztül a gyomrunkba jut, és aztán, ahogyan Jézus mondja, majd végül onnan kikerül. És igen, valahol hajlamosak vagyunk mi is, minden tanításunk és meggyőződésünk ellenére belekerülni abba a furcsa helyzetbe, amiben itt ebben a történetben belekerülnek a farizeusok, akik érdekes módon, ahelyett, hogy Jézus tanítására figyelnének, ahelyett, hogy arra figyelnének, hogy mi jön ki a szájából, arra figyelnének, hogy milyen igék hangzanak el, hogy mivel vezetné az ő életüket, arra figyelnek, hogy mit tesz néhány tanítványa. Mert a gond a tanítványokkal van. Nem Jézuson akadnak fenn, hogy Jézus mit tesz, hanem az ő tanítványain. És találjon csak el bennünket ez az ige. Nem azzal van a gond, amit Isten tesz, hanem azzal van a gond, amit az Isten körül élő emberek tesznek. Azzal van a gond, amit mi teszünk, a mi cselekedeteinkkel. És mi, hogy tetézzük a bajt, ezt úgy igyekszünk megoldani, hogy szépen körbeírjuk, mit lehet, és mit nem. Az ember mindig söprögessen a maga háza táján, a lelkipásztornak is ez a dolga. Érdekes folyamat, ami egyházunkban, a református egyházban is, hogy ezelőtt néhány évtizeddel egy egészen vékony, kicsi törvénykönyvünk volt, amit gond nélkül a teológiai tanulmányaink utolsó esztendejében átolvastunk, megtanultunk, abból vizsgáztunk. Azóta, az elmúlt lassan 20 esztendőben, hogy én ezeket a vizsgáimat megtettem, ez a törvénytár, mint tavasszal a növények gyönyörűen kihajtott, ágas-bogas lett, megjelentek hozzá a különböző végrehajtási utasítások, és bizony sokszor én is úgy vagyok vele, hogy az a biztos, ha mielőtt bármiről nyilatkoznék gyorsan, megnézem online a legfrissebb változatot, mert egyfolytában frissítjük, módosítjuk, igazítjuk. Miközben valamikor elég volt szinte egyetlen szabályt betartani, ami le se volt írva, csak mindenki tudta a parókiális jogot, ami nem más jelentett, mint hogy a lelkipásztor felel azért a tanításért, ami az egyházközségben van. Az a megválasztott lelkipásztor, akit a presbitérium hívott meg, és akit a gyülekezet választott meg. Gyönyörű egység volt. Világos volt, hogy tudja a presbitérium is a dolgát, a gyülekezet is, mindazt, ami rá vonatkozik, és a lelkésztől elvárják, hogy ehhez ragaszkodjon, ezt tartsa be. Hát ma már a parókiális jogot is le kell írni. És körül kell írni. Mint ahogy Jézus korában is azzal szembesülnek, ami ebből az igéből ki sem derül, az étkezés előtt mossuk meg a kezünket, de ha a piacról jövünk haza, könnyékig meg kell mosakodni. Ezzel indul
az egész szakasz. Hogy aztán eljussunk odáig, hogy miközben Mózes harmadik könyvének 11. részében fel vannak sorolva a tisztátalan állatok, amik közül leggyakrabban a disznót szoktuk emlegetni, hogy azt nem lehet enni, de hát ott van a nyúl, és ott van még mellette sok más egyéb állat is, élőlény, aminek az evése ott tiltva volt, amit egyébként Jézus Krisztus itt old fel. És tereli át a szót valami egészen másra. Arra, amit az ő idejében és a mai időben is, bízom benne, hogy mondhatom így, mindannyian tudunk, ha nem, akkor pedig mindannyiunknak tudnunk kell a 10 parancsolatból, az 5. parancsolatot, tiszteld apádat és anyádat. Hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át te néked. És különösen izgalmas 21. századi kérdés lesz ez, amikor már arra is törvényt kell hozni, hogy ha van gyermek, akkor az köteles gondoskodni az ő idős szüleiről. Jézus korában, Izrael népében ez természetes volt. Meg kellett tenni. Gondoskodni kellett a keresztény gyülekezetben is a szülőkről, és ha nem voltak gyermekek, akkor gondoskodni kellett az özvegyekről is. És milyen ügyes, rafinált az ember. Találtak erre is egy kibúvót. Nagyon kegyeset. Ha valamit az Úrnak ajánlsz fel, akkor nem kell odaadni a szüleidnek. Nincs ennél szebb, mint az Isten háta mögé elbújni a mi rendetlenségünkkel. Mert hogy amikor már megtagadták a segítséget, mert korbán, mert az Istennek felajánlott ajándék, utána azt csináltak vele, amit akartak. Ügyes kiskapu. Csodálatos lehetőség. És Jézus ebbe kapaszkodik bele. És figyeljük csak az igét. Erre nézve kezdi elmondani, hogy nem azzal van a baj, ami bemegy a szádba, hanem ami kijön. És értsük meg, ez a szakasz, ez erről szól. Mi jön ki a szádból? Mi jön ki a szívedből? Jézus azért ítéli el a saját nemzedékében ezeket a farizeusokat és ezeket a korbánra hivatkozva szüleiket elhanyagolókat, mert a szájukból hazugság jön. Mert ha valójában belegondolunk, az Istennek való felajánlásunk nem akadálya annak, hogy a családunkon belüli szükségleteket kielégítsük. Csúsztatás. Isten soha nem követelt még lehetetlent az ő népétől. Isten, ha figyelünk rá, amikor azt mondja, hogy adjunk tizedet, ugyan ezt a Szentírás elmondja valójában, azt mondja, hogy egy tizedet hagyjunk nála abból, amit nekünk ad. Ezt nyugodtan érthetjük úgy, és mondhatjuk úgy. Isten tudja, mennyi az elég. És amink van, annak a 9-e is elég. És az az 1/10 része nem fog hiányozni. És ezért nem hivatkozhatunk arra,
hogy most valami különleges adomány és különleges feladat van előttünk, ami miatt nem gondoskodhatunk a ránk bízott szüleinkről, ami miatt vigyük tovább. Nem gondoskodhatunk a gyermekeinkről. Nem igaz, csak kifogás. Bizony kifogás, ami emberi szóból következik. És itt lesz érdekessé az, amit a hitvallásunk is mond, ahol most nem arra gondolok elsősorban, ahol a szenteknek vagy másoknak segítségül hívásáról van szó, hanem arra a 30. kérdésnek a harmadik bekezdésére, amikor valami másban várjuk a mi segítségünket, mint Jézus Krisztusban. És itt vigyük tovább, amiről ebben a szakaszban van. Mi Jézus Krisztus cselekedete? Egyszerű és világos. Felment a Golgotai keresztre, ott meghalt. Ebből következik Isten cselekedete, hogy Jézus Krisztust feltámasztotta, ezzel bizonyította, hogy elfogadta az ő helyettünk való halálát. És itt érdekes, a megfeszített, meghalt, de feltámadott Úr kérdése az ő halála előtt. Ti akarjátok kieszközölni, vagy rám bízzátok? Mire fogtok hallgatni? Arra, amit ti találtok ki, vagy azt, amit én mondok? Ki lesz a ti vezetőtök? Saját magatokat fogjátok vezetni ebben a világban, vagy rám bízzátok magatokat? Megértitek-e, hogy Istennek különös akarata van, ami nem változott? Istennek a különös, változatlan akarata pedig az a szeretet, amellyel megteremtette az embert. Az embert Isten, nem a saját maga az ember által megalkotott rabszolgaságba teremtette. Isten az embert a szabadságba teremtette. Nem az ember szabadságába, hanem az Isten mindenható szabadságába. Igen, abba a felfoghatatlan szabadságba, amiben ott hagyta még a jó és rossz tudása fáját is az édenkertben. És ennek a szabadságnak a megnyilvánulása volt, hogy nem egyetlen utat adott az embernek, adott egy másikat is. Az Istennel való békesség útja helyett, az Istennel való békétlenség útját. De Isten szeretete ott mutatkozik meg, hogy a békétlenség útját választó ember számára is felkínálja a megbékülés útját. Számodra is felkínálja. Aki sok mindent észreveszel, aki sok mindenen megbotránkozol, aki sok mindent nem értesz, felkínálja a lehetőséget. Menj oda és kérdezd meg. És nyitva hagyja annak a reménységét, hogy a kérdésedre választ kapsz. Egész különleges és egész felfoghatatlan módon. És ebben a válaszban talán többet is megtudsz annál, mint amit tudni szeretnél. Hiszen Jézus válaszának a végét már nem olvastam fel újra. Azt a részt, ahol Jézus világosan leírja, mi van bennünk. Mi tud belőlünk kijönni. Gonosz gondolatok,
paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, rágalmazás, gőg, esztelenség. Olvassuk csak el otthon újra. Nem ezekkel van az igazi bajunk. Nem ezek nehezítik igazán az életünket. Nem az, amikor valami felfoghatatlan történik velünk. Mert a felfoghatatlan történésben is bele lehet kapaszkodni az Atya szerető kezébe. És meg tud tartani. Az érthetetlenben és a felfoghatatlanban is. Mert ott van. Ott van közel, elérhetően. Ahogy a tanítványainak is. Oda lehet menni hozzá. De jaj, annak. És erre tanít bennünket végül ez az ige. Aki, ahogy mondani szoktuk, prekoncepcióval közelít Istenhez. Előre tudja. Ahogy itt a farizeusok is előre tudták, Jézus is alkalmatlan. Miért alkalmatlan? Mert alkalmatlan embereket választott ki. Mert halászokat, mert vámszedőket, mert a világ által megvetett embereket választott ki. És nézzük, mit tesz Jézus. Ő tanítja ezeket az embereket. Tanítja, hogy igazán értsék. Igazán tudják, mi az Isten akarata. Milyen vagy? Mint a rossz gyerek, aki odarohan és bekiabál valamit, aztán elfut. Jól megcsinálta az űrt, jól megcsinálta a gondot. Hogy olyan vagy, mint az a tanítvány, aki nem érti, de megkérdezi. És Jézus válaszol neki. És mi derül ki Jézus válaszából? Nem engedte el az övéinek a kezét. Megtanítja őket. Arra, amiről nem is tudták, hogy meg kell tanulniuk. Ez Isten szeretete. Ez Isten szeretete, hogy ő többre tart bennünket annál is, amire mi tartjuk magunkat. Nem csak annál, amire mások tartanak minket. Annál is, amire mi tartjuk magunkat. Isten alkalmasnak tart bennünket arra, hogy örök életünk legyen. Alkalmasnak tart, mert lehetővé tudja tenni. Éljünk Isten lehetőség, és az Isten által felkínált lehetőséggel. És nem magunk akarjuk megvalósítani, magunk akarjuk elérni. Csúfos kudarc lesz. Ugyanúgy, ahogyan itt a farizeusok, csúfos kudarcot szenvednek. Bízzunk Istenben. Abban az Istenben, aki tudja, hogy a szívünk változása, az egész életünk változását magával fogja hozni. Mert ha belül rend van, akkor kívül is rend lesz. Így legyen. Amen. A 469. dicséretünket énekeljük újra. A 469. dicséretnek a 4. és 5. versét. A 4. vers így kezdődik. Vezess engem utadon, magad légy az út.
Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, el ne engedd, hű megváltom már kezemet. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy amint Jézus bement a világ forgatagából a ház csendességébe, úgy jöhettünk be mi is ebbe a hajlékba. És ahogyan Jézus Krisztusod beszélgetett a tanítványaival, te úgy szólítottál meg most minket is. Itt, ezen a helyen. A te szavaddal. A te szavadnak üzenetével. Köszönjük, Úrunk, ha magunk gondolatait felülírtad és megértetted velünk, a te hatalmadat, a te kegyelmedet, amely a szeretetről tanít minket. Arról a szeretetről, amely megváltoztatja a mi szívünket, meg tudja változtatni a mi szavainkat, a te dicsőségedre tudja formálni a mi cselekedeteinket. Köszönjük, és kérünk téged, segíts nekünk mindabban, amivel küzdünk a magunk életében. Segíts nekünk, Úrunk, a mi fájdalmainkban, betegségeinkben, gyászunkban. Segíts nekünk, Úrunk, hogy igazán tudjunk örvendezni a mi jó dolgainkban, hogy valóban készek legyünk szolgálni azok közé, akik közé te küldesz minket, akiket te bízol mi ránk. Könyörülj rajtunk, Úrunk, hogy ne szégyenítsünk meg téged, hogy úgy éljünk, úgy szóljunk, ahogyan azt te várod el tőlünk, hogy javára tudjunk lenni a mi családunknak, javára tudjunk lenni a mi egyházközségünknek, hogy javára tudjunk lenni a mi munkahelyünknek, a mi szomszédságunknak, annak a városnak, amelyben élünk, hogy valóban javára lehessünk a mi magyar népünknek. Könyörülj rajtunk, hogy ebben a világban mi keresztjének valóban Jézus Krisztusról tegyünk bizonyságot. A te akaratodról, Urunk, ne a magunk gondolatairól. Ezért kérjük, jöjj velünk szent lelked által a mi hétköznapjainkba. Tégy áldássá minket ebben a világban. Így kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Néhány pillanatig csendben maradva kiki mondja el a maga rövid imádságát.
Mondjuk el együtt fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és úgy hallgassa a hirdetéseket. Hirdetem az alkalmainkat, most az istentisztelet után szeretett vendégséget is fogunk tartani a gyülekezeti házban, mire jó szívvel hívunk és várunk mindenkit az itt levők közül. Ma délután 5 órakor lesz istentiszteletünk erre az alkalomra, az óvodai családjainkat is meghívtuk, ezután az istentisztelet után is lesz szeretett vendégség. A héten az alkalmaink a megszokott rendben lesznek, kedden imaóránk, szerdán bibliaóránk, csütörtökön pedig ifjúsági óránk lesz. Hirdetem a jövő vasárnapi istentiszteletet itt a templomban, délelőtt 10 órakor, és délután 5 órakor is lesz istentiszteletünk, azon az alkalmon Borza Ferenc Bence teológus úr fogja Isten igéjét hirdetni. Azért, mert meghívásunk van március 19-én, jövő vasárnap, 3 órára Pilisre, ahol korábbi beosztott lelkipásztorunkat, Vizinger Dániel Andrást fogják beiktatni. Kérjük a testvéreket, hogy akik szeretnének erre az alkalomra eljönni az istentisztelet után, ezt mindenképpen jelezzék a hivatalban, hogy fel tudjuk írni, hogy mennyien készülnek jönni, személyautókkal fogunk menni. Ez azt fogja jelenteni, hogy azt is tudnunk kell, hogy ki szeretne eljönni, akinek szállításra van szüksége, illetve ki az, aki a szállításban segíteni tud. Azért is fontos, hogy tudjuk a létszámot, mert a pilisiek kérték, hogy a vendéglátásban hogyan készüljenek, hogy mennyien fogunk érkezni. Az indulást pedig jövő vasárnap 3:42-re tervezzük innen a templom elől. Akinek kérdése van a szeretett vendégség alatt, ha megtalál és felteszi, akkor válaszolni fogok továbbiakban. Hirdetem a kórus találkozót, és egyben kérem a kórusunk tagjait, hogy most jöjjenek akkor énekelni. Jövő vasárnap kórus találkozónk lesz. A Budapest Déli Református Egyházmegye kórusai ebben az évben is tart, és jövő hét, ezen a héten szombaton lesz a kórus találkozó, bocsánat. Március 18-án 5 órától a Pasaréti Református Egyházközség templomában az egyházmegyei kórusok között a mi kórusunk is fel fog lépni, és most a kórusunk azért énekel, hogy a testvéreknek kedvet csináljon arra, hogy erre az alkalomra elmenjenek, hallgassuk szeretettel a szolgálatukat.
Szombaton 5 órakor lesz kórus találkozó. Vasaréten a Zolocskói, Zolocskók tér 1-szám alatt. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten március 8-án szerdán itt a templomban búcsúztunk Kollár Lajosné született erdélyi Aliszkol, aki 69 éves korában hunyt el február 17-én. Korábban a Nagy Sándor utcában lakott, de 2015-ben a lányához költözött Sziget-Szent Miklósra. Isten vigasztalását kérjük lányának, unokáinak és családjának a boldog feltámadás reménysége alatt. Harmadik alkalommal hirdetem, hogy Puti György és Molnár Anikó értékesítő osztályvezetőként dolgozó református legény fia Dániel György feleségül vett a Tanói László és Boros Éva ügyfélkapcsolati munkatársként dolgozó református hajadon lehet. A templomi esküvő tervezett időpontja 2017. március 18-án 11 órakor van. Szeretettel várjuk a testvéreket erre az alkalomra is, hordozzuk imádságban az elhatározását. A presbitérium február 25-én döntött arról, hogy megkeresi a külső pesti tankerület igazgatóját a Kispesti Ady Endre Általános Iskola fenntartói jogának 2017. szeptember 1-jei átvétele ügyében. A döntés után el is indítottuk az évek óta tervezett folyamatot. Az elmúlt héten március 6-án hétfőn a külső pesti tankerület igazgatójával és az Ady Iskola intézmény vezetőjével folytatott megbeszélés után bejelentettük a tantestületnek is az átvételi szándékot. Egyúttal meghatározásra került az első szakasz ütemezése is, amely a tankerület igazgatójának elvárásai szerint történik. Először holnap, március 13-án tájékoztatjuk a tantestületet az iskola jövőjével kapcsolatos elképzeléseinkről, és válaszolunk a tantestület előre megfogalmazott kérdéseire. Március 20-án hétfőn a tantestületnek lesz lehetősége véleményi formálni. Március 27-én 17 órakor pedig az iskolában tanuló gyermekek szüleinek lesz összevont szülői értekezlete. Ezután kerül majd kiosztásra egy iratkozat, amelyben a szülők támogatását kérik az iskola egyházi fenntartása vételéhez. Nagyon szoros a menetlet, de így már húsvétra ki fog derülni, hogy sikerült a tantestület és a szülők támogatását is megszerezni terveinket. Kurátor úrral kérjük, hogy a gyülekezet imádságos szeretettel hordozza ezt a feladatunkat, és egyúttal köszönjük mindazoknak, akik szakmai segítséget nyújtanak ebben az összetett folyamatban. Kérjük, hogy akik ezen a héten pénteken 5 órától részt tudnak venni a templomtakarítás szolgálatából, az istentisztelet után jelezzék ezt a lelkészi hivatalban. Több mindent megfontolva módosítottuk az épületeink takarításának időpontját. Tehát a múlt héten hirdetett ellenére. Március 25-én szombaton tartjuk a nagy takarítást, 10 órától itt a templomban és a gyülekezeti házban. Szeretnénk a templomtornyot is kitakarítani, és hogy tervezni tudjuk ezt a munkánkat, segítség lenne, ha ezt is jeleznék a testvérek, hogy kik azok, akik március 25-én szombaton el tudnak jönni erre a tavaszi nagy takarításra. Hirdetem a felnőtt konfirmációt is, szívesen várjuk azokat a testvéreket, akik igehallgatóként itt ülnek a templomban, de még nem tettek konfirmációi fogadalmat a református egyházban. Ezután várjuk lehetségesség, hogy akár a választó névjegyzékben is szerepeljenek, akár az úrvacsorai közösségben is részt tudjanak venni. Csütörtökön 6 órakor fogjuk tartani ezt az alkalmat a gyülekezeti házban. És végül, vége előtt, egész pontosan, hirdetem azt a gyülekezetnek, hogy tudjunk mi is róla. Az óvodánkban a következő tanévre készülve várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik szeretnék, hogyha a gyermekeik ide lennének leíratva. Természetesen az a cél, hogy először a mi közösségünkben élőknek kínáljuk fel ezt a lehetőséget, úgyhogy amelyik családban ez a gondolat fogalmazódik, kérem, hogy minél előbb jöjjenek az óvodába, kérjenek egy ilyen jelentkezési lapot, hogy aztán majd későbbiek folyamán mi tudjunk számolni a családokkal, reménységünk szerint bőven lesz elég jelentkező az óviban, úgyhogy ezért mutatom a gyülekezetet, hogy vigyázzon rá, hogy végén nem maradjunk esetleg, mi magunk erről. És akkor a végére hagyom a
örömhírt, ma hajnalban március 12-én megszületett Juhász Barnabás és Hajdika Zsuzsanna második gyermeke, Noémi, hiszen erősítse a családot a gyermek felnevelésében, fölrendezünk belül együtt. Az alkalmunk legvégén az áldás vétel előtt énekeljük, 236. dicséretünket énekeljük, a három verszakát, a 236. dicséretnek az első, 6. és 7. verszakát, tehát az első és az utolsó két verszakot énekeljük. Mindenek meghallják és jól megtanulják, így kezdődik az első, és mint a sebes nyilak az erős kezében, így kezdődik a 6. verszak. Thank you.